Babits Mihály, a gyémánt szóró asszony, Móricz Zsigmondnak. Éjszaka ez testvér, szükség van a fényre, vetniam az őrült asszony útjai elébe, ki tántorgóvá vakított szörnyű vesztesége. Ó, hány fiat vesztett, mennyi vagyonát taposták szét talpa süket katonák, idegenné zárták tőle legjobb otthonát. És azt se tudja már, hogy lába merre lép. Jobbra is, balra is árok meredék, s minden lépten szórja veszti kincsét erejét. S míg gyémántját gyöngyét így hullatja széjjel, ékeskedik csinált virág s üveggömbfüzérrel, mely gáncsot vet lábainak, ahogy küzd a széllel. Lámpása a szélben hagyta, kialudt. Vak tátongó mélység szélén fut és egyre fut, mégis fény ragyogja be, s nem sötét az út. Nem a csinált virág s üveggömb ragyog, hanem az a gyémánt, amit elhagyott, még az árokba is utána ragyog. Ragyog gyémánt, ragyog. Szükség van a fényre, szegény, őrült asszony útjai elébe, mert anyánk ő, s a miénk minden vesztesége. Tisztelt hölgyek, urak, kedves megemlékezők, bátonytelenyeiek, magyarok! A trianoni békeszerződés aláírásának napja, június 4-e, immár két esztendeje, a nemzeti összetartozás napja. Az, hogy június 4-ét megkülönböztetett nappá tettük naptárunkban, de nem emléknappá, hanem az összetartozás napjává, világosan jelzi az egész világnak, de nekünk, magunknak, magyaroknak is, hogy új szellemben tekintünk Trianon örökségére, arra a tényre, hogy bár több országban élünk, mégis egy nemzet vagyunk. Az összetartozás jegyében folyó csendes építkezésben az elmúlt egy év áttörésszerűen fontos lépése volt a magyar állampolgárság magyarországi letelepedés nélkül lehetőségének biztosítása. Mára megtörtént, ma már valóság, már több ezeren vannak, akik sikerrel végigjárták az állampolgárság megszerzésének vagy visszaszerzésének új törvényi útját. Mára már több ezeren nyilvánították ki szándékukat a magyar állampolgárság megszerzése rendszerte a Kárpát-medencében. A legtöbb szomszédos országban szabadon tud élni ezzel a lehetőséggel mindenki, aki úgy érzi, hogy szüksége van rá. A nemzeti összetartozás napján fejezzük ki nagyon világosan szolidaritásunkat, az egész nemzet szolidaritását azokkal, akik értelmetlen és diszkriminatív korlátozások és adminisztratív megfélemlítés miatt nem képesek, bár szeretnék kérni Magyarország állampolgárságát, szeretnének magyar földön magyar polgárok lenni. Magyarország azonban szolidáris velük. A magyar nemzet szolidáris velük. Tisztelt emlékezők, a két háború között és a rendszerváltás után a trianoni emlékművekre többnyire azt írták, semmi sem tart örökké. A nemzeti összetartozás napja azonban azt üzeni, van, ami örökké tart. Az összetartozásunk a magyar nemzetiség. Amikor a kommunista diktatúra idejében nem lehetett emlékművet állítani június 4-ének, akkor az emberek graffittivel írva a tűzfalakra keserűen azt írták. Vesszen Trianon. A nemzeti összetartozás napja azt üzeni. Éljen a múlhatatlan összetartozás. Éljen az időben és térben határtalan összetartozás. Mi itt a Nemzeti Összetartozás Parkjában az emlékmű keresztfájánál a jövőbe vetett hittel emlékezzünk a történelmi múltra, gyökerekre. Kedves megemlékezők! A történelmi Magyarországot bár megpróbálták elpusztítani, de az tovább él. Tovább él a lelkekben, a kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban. Él itt, ezen az emlékhelyen, él településünkön, Bátonyterenyén is. Ma a katolikus magyarság néphimnuszsoraival kívánok önöknek
méltóságteljes szép ünnepet. Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, hozzád fohászkodunk, árva maradékid, tekints István király szomorú hazádra, fordíts szemeidet régi országodra. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a Nemzeti Gyásznap más megközelítésben a Nemzeti Összetartás napja ünnepének alkalmából. És különös tisztelettel üdvözlöm a rendezvény meghívott előadóit, vendégeit. Elsőként Deák Béla tárogató játékát kísérhették figyelemmel, majd városunk polgármesterének, Nagy Majdon József úrnak köszöntőjét hallhatták. Most pedig megkérem Zahar Béla plébános atyát, püspöki tanácsost, mondja el imáját nemzetünkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jóságos szűzanyánk, magyarok nagyasszonya, királynőnk, nemzetünkért könyörgünk hozzád, kérünk esdekelj ki számunkra szent életű bátor papokat, lánglelkű híveket, akik kivezetik népedet az új pogányság sötétségéből a Szentlélek világosságába. Szent fiat keresztje legyen most is a cél, mint 1000 évvel ezelőtt, mikor ehhez a kereszthez kapcsoltad népünk sorsát és létezését. Vezess minket az Atyához, irgalmáért esedezve, itt könyörögnek lábaidnál a te gyermekeid. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szent István király, Magyarország fő védőszentje, s magyar szentek, könyörögjetek érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ipoly Balog, mint neve is jelzi, az Ipoly folyó partján fekszik. A túlpartján, tehetnénk hozzá sajnálkozva. Aprócska község, apró, de nem hagyományok nélküli. Ebben a faluban őrizték ugyanis mindössze egyetlen éjszakán a 14. század elején a Szent Koronát. Ez az esemény mind a mai napig a legfőbb összetartó ereje a falunak, melynek asszonykórusát kérem fogadják szeretettel. Ezután Pekár Istvánnak, a Szent István Egyetem stúdióvezetőjének,
a Duna Televízió volt elnökének beszédét hallhatják. Mikor volt, akkor volt Balogon nagy bánat, mikor legényeket vittek katonának, fekete gubában, sarkantyús csizmában, úgy mentek búcsúzni a jányok udvarába. Őrzsikém, kincsecském, hozd ki a kendőcskét, hadd törülöm vele fekete szemecskét. Istenem, ezelőtt tartottam szeretőt, hol egyet, hol kettőt, de igaz szeretőt. Ez lesz jó, ez lesz jó, ez a sárga csíkú, ez a Horthy Miklós méneséből való. Fel is van gyergelve, fel is kantározva, úgy megyek el rajta a világháborúba. Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom, Balog falujában nincsen maradásom. Akkor lesz Balogon nagy bánat, mikor a szeretőm viszik katonának. Császár körte, nem vadalma, árvából lesz jó katona, árvából lesz jó katona, nincsen annak pártfogója. A balogi sűrű berek, ott terem a magyar gyerek, mennél sűrűbb az a berek, annál derék a bagyerek. Ipoly Balog Trianon utáni krónikájából részletek a hétköznapi hazaszeretet című könyvemből. A kékkői modrékámény járási hivatal felszólította az Ipoly Balogi lelkészi hivatalt, hogy a római katolikus templom tornyán található magyar koronamását távolítsa el. Dr. Kuzma János tisztelendő fellebbezést nyújtott be az országos hivatalhoz, amelyhez csatlakozott a helybéli agrárpárt is. A fellebbezésben történelmi eseményekkel érveltek. Ezért az országos hivatal érvénytelenítette a járási kékkői hivatal döntését, minek következtében a Balogi templom tornyát továbbra is a magyar Szent Korona másolata ékesítette. Kedves emlékező testvéreim! Mindannyian ismerjük Trianon előzményeit, kegyetlen valóságát, máig ható pusztítását. Panaszkodunk, kesergünk, de nincs orvosságunk a kezelésére. Eszünk szerint tudjuk, hogy a Kárpátok koszorúzta magyar hazának, a Dévénytől Orsováig magyar földön folyó Dunának nincs realitása a közeli jövőben, a jelenlegi globális berendezkedésbe semmiképpen. Akkor pedig végképp nincs, ha egyre kevesebb magyar lelkében él a történelmi Magyarország képe, fáj a veszteség. Egyre kevesebb a fiatal, akinek ismerete lenne a drámaian pusztuló kulturális örökségünkről. A nemzeti kultúra helyét átveszi a globális tömegkultúra, ami idegen értékrendet, tőlünk mindenben idegen magatartás súlykol a megtévesztett emberek fejébe. Hogyan jutottunk ide? Soha még totális hatalmat a meghódított népekre birodalom nem tudott rákényszeríteni olyan erőset, mint az Amerikai Egyesült Államok, pontosabban a mögötte álló érdekszövetség. Az a hatalom ugyanis nem Obama, nem Bush, nem Clinton hatalma. Soha annyira nem volt igaz a mondás, hogy a trón mögött mindig áll valaki. Ez a hatalom irányítja Amerikát és Európát is. Az Egyesült Európát, amely tagjai teljesítménye szerint a világ legnagyobb gazdasági érdekcsoportja lehetne, de csak egy önző tagokból álló tékozló gyülekezet, amely erejét nem összegzi, hanem egymást fosztogatja.
Ez a hatalom őrzi Trianon örökségét is. Emiatt csalódunk az Európai Unióban, hiszen a nemzeti kisebbségben élő honfitársaink érdekében törvényt, határozatot, állásfoglalást még soha nem hoztak, de azonnal retorziót alkalmaznak, ha a hazug globális rendet csak hajszárnyira megsértjük. De hogy is lehetne összetartó Európa, amikor tagjai a történelem során ezerszer árulták el, ölték halomra egymást? Köztük domináns szerepbe a mi megrontóink, akik soha egy percig lelkiismeret furdalást nem éreztek Trianon miatt. A mai napig nem készült el az az értékleltár, ami a határon túli magyar teljesítményeket rögzítené és befogadó formába rendszerezné. Amit nem ismerünk, nem is lehet a miénk. E téren a közmédiának hatalmas mulasztásai vannak. Ezt a teljesítményt meg kellene ismertetnünk a fiatal generációkkal, majd nemzeti öntudatra váltani. Mit jelent az öntudat? Méltóságot és erőt, hogy számon kérhetjük mindenkin, akár a legfőbb méltóságokon is, hogy jól sáfárkodtak-e a rájuk ruházott hatalommal, elvégezték-e a rájuk bízott feladatot. A többség javát szolgálták-e, vagy méltatlanokat emeltek fel, megcsalva az igazakat. De csak akkor tudunk számon kérni, ha tudjuk, hogy mit kérhetünk számon. Ekkor elindulhatunk a kelet-közép-európai pozíciónk visszaszerzésének útján. Az erős anyaország erőt ad az elszakított nemzetrészeknek is, mérsékletre kényszeríti a szomszédos országokat. De addig ragaszkodjunk 16. Benedek pápa gondolatához. Minden hatalomnak be kell látnia, hogy létezik olyan igazság, amely nem válhat egyesség tárgyává, hanem az igazság az egyetértés előtt van, és az egyességet csak lehetővé teszi. A mi igazságunk ilyen igazság. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig kérem, hallgassák meg a BLSSK Fáy András tagintézmény tanárainak és tanulóinak emlékező műsorát. Ezután Csuka Sándor a Bánkbán áriáját énekli el önöknek. Béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Aponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal. A delegációt azonnal szállodába internálták, és ott háziőrizetben tartották, azaz valójában nem vehettek részt a konferencián. Csak 1920. január 16-án a béketervezet végleges lezárása után itt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Aponyi Albert a francia külügyminisztérium földszinti dísztermében a békekonferencia legfelső tanácsa előtt híres védőbeszédét. Tisztelt elnök úr, uraim! A mi szemünkben a tegnapot a mai naptól a békefeltételeknek hivatalos megismerése választja el. Érzem a felelősség roppant súlyát, amelyre ám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket, illetőleg az első szót kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Önök uraim, akiket a győzelem a bírói székbe juttatott, önök kimondották egykori ellenségeik a központi hatalmak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hálítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, a fokozat megállapításán a bűnösség fokával arányban kellene eljárni. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. –
1920. június 4-e. Az aláírással megbízottak június 4-én délután 4 óra 15 perckor autókon érkeztek a Nagy Trianon palota bejáratához. 4 óra 30 perckor Harry alezredes a fogadószobában tartózkodó magyar delegációt a teremhez vezette, amelynek ajtajában a francia külügyminisztérium protokoll főnöke fogadta őket. Rövid bevezető szavak után felszólította a magyar bizottság szerződés aláírására. Amint az aláírások megtörténtek, Millenár néhány rövid mondat kíséretében nyomban berekesztette az ülést, ami nem is tartott tovább negyed óránál. Én nem hiszem azt, hogy reményvesztetten kellene itt állnunk. Ebben a nemzetben életerő van. Ez a nemzet élni akar, ez a nemzet dolgozni akar. És ez az egyetlen, amiből a demarkációs vonalon túllévő honfitársaink erőt meríthetnek. Polgártársai, a határ túloldalán lévő honfitársainkat csak úgy tudjuk is tápolni, ha egyetértünk. Ha összefogunk, és az összefogott erőinket torony magasra emeljük. Ezzel az összefogott, égigérő erővel tudjuk majd őket megvédeni, tudjuk majd a magyarságot mindenütt tiszteletben tartani. Ezzel az erővel tudjuk majd elérni, hogy a nemzetek között a magyar tisztelt, becsült és védett legyen. Tormei Cecil így kesereg. Míg a maiak nem találják meg a mi fájdalmunk hangját, a téli országutakon Petőfi jár a hazatért rongyos csonkahősök között. Szégyen, szégyen! Egykor mi valánk a sorsnak számondó könyvébe, a legelső szám, s most leghátul állunk, semmit se jelentve, kik lábunk ölelték egykor térdepelve, most arcul csapkodnak. Szégyenre át hazám! És én ezek dacára se fogok pihenni, érzek bár százszor több fájdalmakat, várjam meg bár engem a nagyisten érte, addig ostorozlak nemzetem, míg végre földobok szíved, vagy szívem meghasad. A tűzhelyektől elüldözött hontalanokhoz, virasztó éjszakákon, vigasztalan ötvös beszél, és arra int, amerről jöttek. Hazatérek, boldogulva hon, hagyd lássam népet virágidon. Oda lenn az alföldön, napszálta után, aranybajong téli síkon. Megáll a tornácos házak küszöbén, a tanyák rózsafényes kicsi ablaka alatt. És a róna lelke szól szavával. Nemzet él, a nemzet összerette, átfúj szívén a nemlét iszonya. És mindenek felett, egy magában, mint egy óriási zengő kar, kiállt a Vörös Marti hangja. Még jönni kell! Még jönni fog! Egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intő csengőké, a tiétek zavaros, mint mocsarak habja, ti leborultatok az écbálvány előtt. Döntsön az erőszak, s döntött az erőszak. Mi jogotok beszélni többé? Nekem van rá jogom. Ti elhánytátok a kiáltást, mint bolond a fegyverét, nem kiálthattok már. Én elkiálthatom. Ó igazság, te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver, Jerikó trombitája szólj, falak omoljatok hangjaitól, gerincek borzadjatok, Európában és Amerikában, mert borzasztó az igazság a gerincekben. Mi kell még? Nem volt elég a hétpecsétes béke okmány? Az ingyen kapott tősi föld? Nem volt elég a septépet meghúzott ország határ? Kertek végében, Márna bokor mögött. Kevés volt talán a lehullott utca tábla, átköltött térkép, eldőlt szobor. Az anyanyelv már rég föld alá költözött, suttogva szólt a zsalugáterek mögött. Bezárt az Ódon iskola, elhalt a dal, kidőlt a harangláb. Az emlékek is reszketve féltek. Titokban éltek a házsongárt felett, és bakából is baca lett az ősi név helyett. Elvégeztetett.
A törvényesből így lett végül törvénytelen, így kapott szégyenteljes leckét a történelem. Északon, erdős, kies völgyben, ott van az én szülőföldem. Jaj, azt a földet nem adom, délen, kalászos rónaságon. Ott születtem, oda vágyom. Nem, azt a rónát nem adom. Keleten ősföld kínja jajgat, Erdély szült engem bús magyarnak. Ó, Erdély soha, senkinek. Északra, délre, napkeletre nézek bústalan, keseredve. E rabföld, mint az én hazám, születtem síkon, völgyben, halmon. Egy kis rögért, ha meg kell halnom, hát meghalok, de nem adom. Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége. Nem lehet, nem, soha olá ország éke. Nem teremhet bánát, a rácnak kenyeret, magyar szél fog fújni a Kárpátok felett. Ha eljő az idő, a sírok nyílnak fel. Ha eljő az idő, a magyar talpra kell. Ha eljő az idő, erős lesz a karunk, várjatok testvérek, ott leszünk, nem adunk. Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar. A Kárpátok védték, ha jött az ivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások, széllyel darabolták Nagy Magyarországot. Akartuk mi élők, tehetünk mi róla, felelős mindezért a vén Európa. Széttéptek országunkban sok millió szívet, kisebbség nemzetünk öt országban így lett. Ki kérdez ma minket, jó nektek így élni? Kinek van jogában szíveinket tépni? Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem. Ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is ráfeszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülében, szeretném égetni reszketők fülében. Lángbetűkkel írni véres magyar égre, ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megváltoztatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod robogót sejmére, ezt ha belevésed kardod pengéjében, hallottak országát, feltámasztod vélem. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevel, a fundamentum Istentől való és Istentől való az akarat, mely újjáépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. S üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet, fordul egyet újra kerék, én akkor is barátjuk leszek. S nem lesz több bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar előszerzett vitézül, s magyar szív és észtartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és velejtéges munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Régi gazdaként lépek a magyar földre, és szent szavait sohasem feledem. Ha jó anyámnak szíve jajdul, a sok-sok gondnak ezreitől, s atyám, ha térve munkazajból, a fáradtságtól majd kidő. Imádkozom az égre nézve,
az összetörtekért, s hogy váltson Isten új örömre sok összetört reményt. Bírák, kik méritek nemzeteknek vétkét, s tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, ne csak azt nézzétek, mi a magyar máma, hogy széttörve, tépve ősi szent hazája. Hisz a jelen, s mit egy emberöltő láthat, örökké valóság rövid perce már csak. S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek, fölötte a pálcát, hogy már eltörjétek. Hát azt herdált el ősi örökségét, akit kiraboltak, kifosztottak végképp, akit letiportak, megejtettek csellel, s évekig titokban mérgezték mételjel. Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság. Hitvány álproféták elbolondították. Hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája, hogy hit Wilson ravasz csávító szavába. A kegyetlen önzés, bosszú és irítség, nyugatot kelletett, aljas frigybe fűzték, szegény hazámat csak úgy tehették tönkre, s ma közös bűntudat tartja őket össze. Vetélkedő rablók jó cimborasága, ez volt elleneink erkölcsi palástja. Stán hazám földjével fizessük meg nékik, orgyilkos barátunk árulása bérit. Mi küzdöttünk bátran, becsülettel, hitben, örömöt volt benne, vitéz, mars hadisten. Mikor lépre csaltak, s eldűnt szent határunk, szelíd szeretet, téged ott nem láttunk. Aztán viaskodtunk hín a hadakkal, és te elkéstél onnan, fehér békaangyal. Végülünk ránk szagadt a trianoni gazság, hol voltál te akkor, pártatlan igazság? Vagy tán a bűn nem bűn, ha a győző tette, aki az ártatlant mágjára vetette? Ha győd is a földön, az ármán és gonoszság, de itt fenn az égben legyen hát igazság. Minket csak a bal sors, lángostora vág csak, véráztatja földjét nagy Magyarországnak. Szűnjön meg a csapás, bízva nézek rátok, nem kegyelmet kérek, igazságot várok. Mendörgésé vált már a szónokok hangja, mely az ég felhőjét szerte űzi hajtja. És amint felszakad a fehér fellegfától, Magyarország látszik az ég magasából. Feltűnik a gyászos Muhipuszta képe, távolabb Mohácsra vérázott vidéke, amott sóhajtozik a mai tény róna, s mintha visszhangjából tárogató szól. S feltűnik Aradnak véres Golgotája, majd a geszti kripta álmodó magánya. Csupa mérföldkő, mert a sors útját jelzi, ezerszer fájdalmas emlék valamennyi. S az elrabolt Kárpát komor zúgásában annyi néma bánat, fájó imádság van. Rabszékely rónákon zokogó szél támad, s magyar álmok sírján lengeti a fájtlat. A komor bíróság halk tanácsa mélyed, mély halotti csendben megszólal a végzet. És mintha szemébe egy könycsöp lopózna, ítéletet mond ki, a védőhöz szólva. Vértanú, halálod legyen hát a váltság, lásd meg innen házad új feltámadás, hazád új feltámadását. S hogy megmutathassa, méltó-e a létre, próbára bocsájtjuk még egy ezred évre. Tartsd magad nemzetem, tipornak rendesen, elnopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitók a neveden, tovább nem engedem, tovább nem engedem.
mint száműzött kivándorol a sűrű éjjel át. Vad fölgetek bennem leli vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyong, oly egyes egyedül. Úgy tépik ünn az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett, sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, s míg itt töprenkedem, hazám borítja szemfödés, elvész becsületem. Az elkövetkező néhány perc a Trianon Társaság Bátonyterenyei csoportja énekli el az Él a magyar mindörökké című dalt. Minket innen nem lehet elűzni, helyünk van a Kárpátok között, ahol hegyet déli vágos rónák, ős magyarok véle öntözött. Vannak, akik velünk együtt jöttek, együtt jártunk bérzetleg előtt, így maradtak, jó magyarok lettek, harcos kunok, jászok, besenyők. Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el. Turul madár őrzi népét, most is ránk figyel. Vigyázz reánk, szent madarunk, magyarok vagyunk. Szép hazánkért nem csak élünk, ha kell, meghalunk. Völgyeinkben búza ringatózik, aranymagot élel a kalász, ezüst hajók églő vizeinkben, teli szárnak örül a halász. Ezt a tájat szíveinkben hordjuk, őrzi védi dolgos két kezünk. Túl madár újra ezer évig, vigyázz reánk, maradj itt velünk. Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el. Túl madár őzi népét, most is ránk figyel. Vigyázz reánk, szent madarunk, magyarok vagyunk. Szép hazánkért nem csak élünk, ha kell, meghalunk. Kele Sándornak, az Országos Trianon Társaság elnökének ünnepi beszéde fog elhangzani. Ezt követően kerül sor az emlékezés koszorúinak elhelyezésére. Köszöntöm Önöket, és hozom az Országos Trianon Társaság elnökségének az üzenetét és jó kívánságait a szép rendezvényekhez. 92 évvel ezelőtt történt az a tragédia, ami minket ért, és azt mondja a kedvenc költünk, a Juhász Gyula, hogy nem kell róla beszélni sohasem, de mindig gondoljunk rá. Most sokat gondolkoztam ezen, és végül is arra jutottam, hogy nagyon szép ez a vers, de beszélni kell róla. Beszélni kell róla, mert 92 évvel ezelőtt Trianonban olyan dolog történt, aminek máig érezzük nagyon is nagyon a hatását.
Az Országos Trianon Társaság 1996-ban azért alakult meg, hogy próbáljon, abban az időben még nem nagyon lehetett ugye beszélni róla, hiszen ezt tudják önök is, ma már sokat beszélnek, főleg ma meg tegnap, mindenféle vonatkozásban. Ennek ellenére igenis sokat kell beszélnünk, és mindig kell beszélnünk róla. A Trianon Társaság azzal a szándékkal alakult meg, azzal a céllal, hogy ezt a tragédiát tudnia kell mindennek, minden magyarnak. Az a véleményünk, hogy aki igaz magyar ember, annak fáj Trianon. Nekem fáj Trianon, és ugyan összetartozunk, meg szép ez az összetartozás, de akkor is hiányzanak azok a magyar testvéreink, akik nagyon sok, akiknek már felmenői, szülei, idősebb szülei nagyon sokat szenvedtek az elmúlt 9, és szenvednek ma is az elmúlt 92 év alatt. Az első világháborút befejező Párizs környéki úgynevezett Trianon diktátum érdekesen alakult azért, mert ugye a háborúban Magyarország nem akart részt venni, hiszen Tisza István miniszterelnök hevesen tiltakozott Ferenc Józsefnél ellene, de miután megfenyegették az országot, hogy nem adnak szenet, nagy probléma volt az akkor, azon kívül még sok mindennel megfenyegették, így végül is bele kellett menni. De az, hogy a háború befejezése után Magyarország volt az egyetlen ország, amelyiket úgy büntették meg, hogy gyakorlatilag kivégezték. Később erre rájöttek, és sok ember írt, sok politikus, meg magasbeosztású ember írt könyvet, meg mindent erről, és akkor hát mondták, hogy itt nagyon nagy dolog, nagyon rossz dolog történt. Többek között Mitterrand elnök, amikor Magyarországon volt, ő is azt mondta, hogy gyalázat volt az a Trianon. Igen, de nem változott. Nem változott, és ha azt nézzük, hogy a drága testvéreink a környező, körülöttünk lévő országokban ma is úgy élnek, mert szenvednek, hiába mondjuk azt, hogy a határok átjárhatók. Persze, határok átjárhatók, nem szűntek meg. Tudjuk nagyon jól, mi történik most például Romániában, aztán mi történik Szlovákiában. Azt is tudjuk, hogy hogyan alakul az ottani élet, hogy a pártok széthúznak, szakadnak, nem tudnak összefogni, mert mindig vannak emberek, akik rosszat akarnak nekünk. Szeretném még elmondani azt is, hogy ugye a Habsburg, az osztrák-magyar monarchia üzent háborút abban az időben Szerbiának, hát a Magyarország ezt nem akarta, és végül is még az osztrákok is kaptak Magyarországtól az Őrvidéken 2 megyényi területet. Hát mi ez? Ezeket kell vizsgálni, és mindent meg kell vizsgálni, ami ezzel kapcsolatban történt, ezért arra kérem önöket, hogy aki tudja, meg segítsen nekünk abban, hogy ezt az információkat eljuttassuk minél többet mindenkihez, hogy mindenki tudja meg, mert igenis beszélni kell róla, mert aki magyar, a magyar embernek fáj Trianon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Tisztem szerint megköszönöm az ünnepség szervezőinek nevében, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. A magam és az ő nevükben kívánok méltóságteljes ünneplést és emlékezést a nap hátralevő részére.